biztosítatok benneteket abban, hogy itt vagyunk 31 évben, még 31 évben is itt vagyunk, ugye van múltunk, van jelenünk és van jövőnk is. Különböző acélipari szereplők találkoztak Szekszárdon. Az eseményt a Ferropatent csoport rendezte. Az ország számos pontjáról hívtak meg vállalkozásokat. Köszöntött mondott Horváth István, országgyűlési képviselő, és Szabó Sándor, elnök vezérigazgató. A rendezvényen a megjelent cégek képviselői ismertették vállalkozásaik tevékenységét, történetét és jelenlegi helyzetét. Szabó Sándor szerint kiemelt fontosságúak a hasonló találkozók. Nyilván ebben az év is olyan év, hogy ahogy mondtam én egy hete is, hogy körülbelül egy év telt, de három év megtűnik. Tehát ugye a gazdaság egy kicsit megállt, torpant, ugye itt egy bajai tetkárfés és tulajdonos úr is mondja, hogy ugye hogy nem annyira dübög a piac. Tehát én azért gondoltam, hogy összehozni ezt a üzletemet, találkozott, megosztani az információt, ki mit csinál, ki hogy dolgozik, kinél vannak olyan pontok, aminél még jobban össze lehet fogni, és látom azt, hogy több cég is dolgozik egymással. Tehát összehozni őket információval, és akkor így igazából nem az, hogy kicsit gazdagabbak legyünk, hanem akkor lássa mindenki, hogy milyen irányba megy, hogy ki forgácsol, ki darabol, ki ezt csinálja, azt csinálja, és ebből erősítsük nyilván egymást, még magunkat is. Horváth István, országgyűlési képviselő elmondta, a jelenlegi változó gazdasági környezetben a vállalkozóknak még jobban oda kell figyelni a döntéseikre. Hozzátette, a partnertalálkozók a cégek számára a minél jobb alkalmazkodást teszik lehetővé. A 2022-es év az egy extra év volt. Közrejátszott nyilván az előzmények a két év Covid, illetve az ukrán-orosz háború, ami a piacokat elbizonytalanította, mind alapanyag és egyéb szolgáltatás területén. Hirtelen magasba mentek az árak, ez a kereskedőknek amúgy jót tett, de viszont a beruházásokat mindenhol megdrágította. Most egy recesszió várható 2023 év végére, illetve 2024-be, ami itt a fémiparban lévő szereplőket, illetve az építőiparban lévő szereplőket óvatosságra int, hiszen ugyanazok az alapanyag árak adott esetben harmadára, negyedére esnek vissza. A Sokoró Kft. Mezőgazdasági gépgyártással foglalkozik. A Ferropatent csoporttal való együttműködésük több évtizedre nyúlik vissza. Az üzleti találkozók a cég számára is hasznosak, mondta Szabó Tibor, belkereskedelmi igazgató. Nagyon örülünk ennek a ilyenfajta eseményeknek, és főleg a Ferropatent szervezésében már a többedik ilyen találkozón veszünk részt. Nagyon fontosnak találjuk, mert itt az iparnak különböző szegmenseiből érkeztek a résztvevők, és mindenki a saját tapasztalatát tudja itt megbeszélni a másikkal, az adott problémákat, amikkel éppen szembesülünk, és előfordult már nagyon sokszor, hogy tudtunk találni a partnernek a gyakorlatába olyan megoldást, ami a saját problémáink megoldásához is előre vezetett. Szabó Sándor elmondta, a szokásokhoz híven a jövőben is terveznek partnertalálkozókat szervezni.